Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, hogyan alakult az ingatlan befektetésed 2022-ben. Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok klub, ahol most még 20%-kal olcsóban tudsz jelentkezni, január 6-áig viszkeresztik, úgyhogy kattints, legyél klubtag, találkozzunk. Ezek azért fontos kérdések, hogy egy vége felé mindig számot vett az ember az eddigi tevékenységével, én is ezt csinálom most, illetve klubtagokkal is ezt csináltatom. Hogy mégis hogyan alakult, honnan rugaszkodunk el, mik a legfőbb problémák, merre akarsz kezdeni. Tehát fontos, hogy legyen egy kiinduló pontod, és ez nem baj, hogyha te pontosan tudod, hogy hogyan alakult az éved. Én mondjuk eladtam 4 darab saját ingatlant, egyébként elég jól alakult ezen a téren az én évem. De nyilván vannak más dolgok, ahol egyébként konkrétan kevésbé lettem profitábilis, mint amivel én számoltam, megmondom őszintén nagyságrendekkel kevésbé. Tehát, hogy ezen nyilván ilyenkor változtatni kell, de fontos tudnod, hogy mit akarsz, hogy alakult, mik voltak a főbb hibák. Ezeket például a klubban érdemes, tehát át is beszéljük, hogy amennyiben ingatlannal foglalkoztál, és esetleg nem úgy alakult, ahogy a lányos álmaidban elképzelted, mi volt a legfőbb hiba? Nem az a lényeg, hogy adok neked 20, itt is hibáztál, tehát 100 darab hibát felsorolok, vagy az embernek elmegy az agya, és tehát nem jó, hanem mi volt az a legnagyobb hiba, ami tulajdonképpen oda vezetett, hogy mondjuk nem hoztad azt, amit te elképzeltél. Én nekem sajnos megvan erre, ingatlan befektetésem jól sikerültek, az egyéb más vállalkozások kevésbé jól. Nem az államot okolom, nem az ő hibájuk, tehát ez elsősorban én gondolt. Volt egy elgondolásom, ami kb. Ugye fél év alatt kiderült, hogy nem igazán jó az irány, akkor viszont már nem tudtam kilépni belőle. Most van rá megoldás, hogy ki tudok lépni, és akkor újabb lendületet venni talán valamerre, ez majd kiderül. Jó, de ezt akár írd le nekem, csak az, hogy nyereséges lett, úgy alakult, ahogy terveztem, fantasztikusan alakult, és mert arról lehet majd elrugaszkodni tudásban. Ezt írd le nekem most itt, légy szíves. Jó, tehát, hogy jól alakult, nem úgy, ahogy terveztem, túlszárnyaltam az álmaimat is, ugyanis ha az év elejét vesszük, hogy valaki vett budapesti klubtagok, nem egy 50 millió forintért egy ingatlant, meg 47 és 57-58 évre adta, tehát baromi jól alakult nekik, túlszárnyalták az elképzelést, és persze utána jött a veszély, hogy augusztus körül mondjuk vettek újra, és ott esetleg beleragadtak, nem úgy, hogy hú, most hogyan jövök ki belőle, mit csináljak vele, tehát itt jön, ahol amit én szoktam mondani, felértékelődik az a tudás, amit tőlem kapsz, mert erre nálam megvan a válasz, de egy átlag internetes, ilyen ingyenes anyagban nyilván erre nem találsz semmit. Jó? Tehát ezek már más kategóriájú válaszok, de nagyon sok ember, én úgy gondolom, nagyon sok ingatlan befektető van most, aki esetleg bele is ragadt a befektetésébe, amit én meséltem nektek, hogy igen, még vannak, hát ilyen kis agylövött emberek, hogy még licitáltak ingatlanra, meg hadnest, tehát abban a helyzetben, amikor én már mondtam már hónapok óta, hogy itt figyelj, adj el, ha akarsz, itt már csak adj el, ha ingatlant veszel, akkor alkudj, kezdj el alkudni, itt már ne licitálj, tehát ha nem is kezdesz el alkudni, mert nem tudsz, nem mersz, oké, de legalább ne licitálj. És azokban az ingatlanokban nagyon könnyű lehetett, és nagyon könnyű volt beleragadni, mert most már azokat az ingatlanokat nem biztos, hogy így el tudod adni, lehet, hogy el tudod, ugye megnyúlt ez az értékesítési idő is, tehát egy csomó olyan dologgal találtad magad szinte hirtelen szembe, amivel mondjuk tavasszal még nem számoltál, azok mind nagy happy-vel kijöttél, hol gyerekek, én vagyok az ingatlan befektető, nem egy ilyen volt, és utána akkor gyerünk, akkor vegyünk még egyet, mert nyilván a pénz égeti az embernek a kezét, a zsebét, a mindenét, én is így vagyok vele sokszor, és akkor gyerünk, akkor hamar vegyünk, és a vége az, hogy akkor húva, hát ebből viszont meg már nem tudok kiszállni, most mit csináljak? Jó? Tehát írd le, létsz, hogy hogy alakult, nyertél, vesztettél, nem úgy alakult, ahogy gondoltam, túlszárnyaltam a terveimet, vagy van még hová fejlődnöm, én ezen a kategória vagyok, hogy azt mondom, hogy amivel rossz lóra tettem, vállalkozásról beszélek most, ott igenis van hová fejlődnöm, semmi gond, megtanom, és akkor újra nekiugrok, és venni fogom az akadályokat 2023-ban, az biztos. Jó? Köszönöm, hogy megnéztél, amennyiben még van energiát, lelkesedésed, itt most jelentkezhetsz az ingatlanos álmok klubba, itt alattam, január 6-áig 20%-kal olcsóbb, utána viszont már a normál áron lehet. Nézd meg az oldalt és dönts. Amennyiben nem akarsz jelentkezni, semmi gond, ott van a 20 ötlet, adok neked 20 ötletet, majd még januárban még 15-öt még fogsz kapni,
hogy igazából mit csinálj az ingatlan piacon, hogyha nem hitelről akarsz ingatlant venni, ezek most is működnek. Jó? Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztél, és találkozzunk. Szia!